ez a találkozó, mert közösséget teremt, létrehozhatja az együtt gondolkodás, az együttartozás közös élményeit, amire szorványnak és tömbnek egyaránt szüksége van. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Técsői Aranyősz Fesztivált ifjabb Sari József, a rendezvény szervezője. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség tiszteletbeli elnöke hangsúlyozta, egy nemzet kultúrájának a megőrzése minden magyarnak szívügye kell legyen. Nagyon fontos a kultúra. Eszembe sincs vitatkozni Széchenyivel, aki azt mondta, hogy nyelvében él a nemzet, de valljuk be, ez valamivel több. A kultúra, a zene, a tánc, a szokásaink, az ünnepeink, mind ez jelenti a nemzeti identitást. László Károly református lelkész szerint a magyarságtudat fennmaradásáért meg kell harcolni. Mindenki a maga módján ezt a harcot folytatja, a diplomácia, az iskola, az egyház, az énekes. Mindenki valami missziót végez a nagy egységes magyar nemzet fennmaradása érdekében. Ezt tettük 25 éven át a kórus találkozókkal. Az összetartást, a fennmaradást szolgáltuk. Adja Isten, hogy ezt tegyük továbbra is. A szervezők remélik, hogy ez a szép hagyomány a jövőben is folytatódni fog. Hangsúlyozták, a magyarság élni akar, és egy ilyen találkozó jó alkalom arra, hogy a szorványt egybe tartsa. Keep on.
Köszönjük szépen, Viktóriát felkérem a vezetőjüket. Fogadja tőlünk ezt az emléklapot és a virágot. Köszönjük szépen, nagyon ügyes. Tidom benne,
kis kipicskások játszottak a háttérben, ők még majd fognak ma este játszani nekünk. Thank you.
mindenkit is az előadóval találkozások reményében. Nézzék el, hogy kalapnyertől vagyok, hát otthon hagytam az asszonynak, az előadóval várják, hogy itt végül neki. De azért kicsikám van. Szatmári hegyveleget hallottak most, és hallgassanak meg még egy kalapnyertő szállítást. Egy legényest, csárdást is, szaporát. Thank you.
vagyunk a britkászatokat. Az előadás 300 virágban nálom, a kalapos emberek nem kapnak, ennek azért nem kap, mert nincs kalapot. Viszont a hölgyeknek akkor adjuk virágot, tévolyunk. Kérem. Az egyetemi brácsát, amikor a pártáknál jól tűnik. Női brácsát. Délután végig vezette nekünk Őszicsei Fabiának. Józsinak adjunk egy oklevelet, jó? Itt szeretném megköszönni Baranowski László úrnak, aki biztosítja, évek óta biztosítja számunkra a fellépés lehetőségét. Az alapszervezetnek, Ékesi Sándor elnök úrnak, illetve mindazoknak, akik a szervezésben segítettek, a közönségnek, akik kitartóak voltak és végül is itt maradtak, azoknak nem nagyon köszönöm, akik elmentek, de hát minden. Ilyen is van. És utolsó sorban a fellépő együtteseknek, akik valahol a fellépés után vacsoráznak, és még valami, amit szeretnék elmondani. Én itt voltam ennek a kezdetén, az elsőnél. És tudom azt, hogy valami olyasmiről beszéltünk, hogy a kórusok, mert akkor még kórusokba gondolkoztunk, de most már táncosokba is gondolkozhatunk, az bizony közösséget teremt. Az összehozza az embereket, és hál' Istennek úgy érzem, hogy ezt a feladatot, ha nem is tökéletesen még, mert mindig lehet rajta tökéletesíteni, de talán teljesítettük. És még valami nagy betűvel írtam ide fel, és három nagy felkiáltó jelet tettem. Úgy nézem, hogy van jövőnk, mert nagyon sok volt itt a fiatal. Fellépő együttesek között, a táncosok között, nagyon sok volt a fiatal. Hát az övék a jövő, és őket kell nekünk minél erőteljesebben támogatni, és ő is, hogy találkozunk. Sőt, a továbbiakban is találkozni fogunk.